Sziasztok! Ma egy unboxing videóval jelentkezek, szóval vágjunk is bele! Sziasztok! Ma egy csomagbontós videóval jelentkezek, ugyanis nagyon kedves módon a Creotis Craft felkeresett azzal kapcsolatban, hogy küldenek nekem egy meglepetés dobozt, én pedig nagy örömmel fogadtam ezt, nem tudok semmit az ő termékeikről, csak azt, hogy kézzel készült termékekről van szó, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebbe a dobozba. Talán kicsit csúnyán fogom most itt elkezdeni, mert itt meg... Azt a de jó! Amit ti már láttatok, de én nem, az úgy van, hogy kedves Hills! Köszönöm, hogy elfogadtad a felkeresésemet. Nagyon-nagyon szépen néz ki. De jó! Ezt eddig leteszem egy picit. Igazán ötletes ez a kis kártya. Tök jó! És nem olyan sima papírból van, hanem rendes kemény papírból. Itt van, hogy mit tartalmaz a doboz. Na, ezt egyelőre nem nyitom ki, mert akkor mindent meg fogok tudni. Menjünk tovább. Látok egy csomó feketeséget. Dobozzal kapcsolatos tájékoztató. Ezt lehet szintén a végére hagyjuk, vagy nem kéne? Jó, nézzük meg most. Szóval, aszta, ezen belül van még egy. Nem semmi. Tökre tetszik. Egy kis tájékoztató a dobozzal kapcsolatban. A dobozban lévő dolgok mindegyike kézzel készült egyedi termék. Na, ezt jól gondoltam. Előre egyeztetés után rendelhetőek még hasonló dobozok. Különleges kéréseket is meghallgatok. Instagramon, üzenetben vagy e-mailben rendelhetők. A dobozban a fix termékek, hímzett kép, patentos tok, na ezt most egyelőre nem vágom, hogy mi lenne, de majd meg kiderül, és cipzáros tároló, szójaviasz gyertya van minibe. Utajú! A doboz tartalma 5-6 termék, plusz egy meglepetés, ami bármi lehet. A doboz ára van még feltüntetve, és a szállítási költség. Az ár az 14.000 forint. Tök jó! Ez teljesen jó. Jó, ez egy nagyon korrekt tájékoztatás szerintem egyébként. Tök jó. És akkor nézem tovább a dobozt valamit oldalra. Itt a meglepetés, a plusz meglepetés. Na nézzük csak. Így nehéz bontogatni. Szóval nézzük, mi ez a meglepetés. Ó, ezt mindjárt bemutatom nagyban. Nagyon aranyos, ú, de szép. Először is van itt egy... Remélem, hogy fókuszál. Szóval van itt egy fülbevaló, egy szívecske fülbevaló, illetve a következő, egy karkötő, ami tök aranyos, mert van rajta egy bozorkány. És akkor most már jöjjön ez. Aszta! Ú, de szép! Ez nagyon szép! Ett a tok! Most már tudom, mi az, hogy tok. Szóval, van egy ilyen kis neszeszerféle tok. Ez a bálnaminton nekem nagyon tetszik. Én amúgy is szeretem a tengeres dolgokat, az élővilággal kapcsolatos dolgokat. De jó, és bele van hímezve, hogy ugye Creotis Craft. Hát ez teljesen jó. Ez nagyon tetszik. És akkor ugyanígy bálnamintából van még egy nagyobb csomag. Így. Ez pedig, ha sikerül kibontanom, de jó, kaktuszok vannak benne, ebbe kaktuszok vannak, meg egy kis érdekesség, amit nem tudok, hogy micsoda, de mindjárt ezt is megnézzük. Igen, itt is benne van, hogy ugye a Creotis Craft, és akkor ott van benne a kaktuszos minta, hát ez nagyon tetszik. Ez egyébként szerintem egy könyvtok akarna lenni. Legalábbis én arra fogom használni. És akkor nézzük, hogy mi ez. Hát tudom, hogy könyv nem lehet, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez mi lesz.
oké. Nehogy eltörjön meg bármi. Aszta. De jó! Jó, most egy kicsit itt lefogytam, mert nézem, ez egy nagyon-nagyon szép hímzett kép, egy idézettel, és szerintem az idézet, ugye, a herceg szíve lenne az igazi trófea, ugye szerintem ez a kis hablánya lenne összekapcsolva, és ezért vannak a bálnák, meg a kék minta, de jó, és tényleg van ott egy sellő, most vettem észre. Hát ez nagyon-nagyon szép. Tök jól néz ki, ez tetszik. Nagyon jó. Ezt most ide le is teszem. És akkor nézzük már még mi van benne. Kicsit tovább lépek, mert még van itt egy-két apróság. Van itt, ez szerintem a szójaviasz. Igen, és akkor igen, szirének dala. Tehát akkor tök jól eltaláltam. Ez fürdőbomba, nem szójaviasz. Fürdőbomba, kókuszolaj, szódabikarbónat. Jó, az illatát akartam, azt nem találom. Biszkuit illóolaj. Azt nem tudom mi. Mindegy. Mindegy, szóval ez fürdőbomba. Tök jó, mert szerintem ez a hablányos részhez nagyon is illik. Tök jó, meg szeretem a fürdőbombákat. És akkor szintén fürdőbomba-szerűség, de mégsem. Fürdősó. Ez pedig fürdősó, a herceg szíve elnevezést kapta. Hát ez nagyon vagány. Ez tetszik. Megvan az alap koncepció, amikor épül az egész doboz. Ez nagyon tetszik. És akkor megvan végre a szójaviasz gyertya, amit én kerestem, a mini szójaviasz gyertya. Nagyon szépen be van csomagolva, és ez is ugye kék színű, ami teljesen élik a doboz hangulatához, viszont én ezt most kibontom. Bármilyen cukin is van becsomagolva. Hol az a cetli? Egy 30 ml-es szójaviasz gyertya, a fürdősó, mini fürdőbombák, cipzáros tároló, patentostok és hímzett kép. Minden termék kézzel készült, egyedi, sehol máshol nem kaphatóak, és akkor itt van ugye az elérhetőség, amit majd beteszek én is leírásba. Kiszerelés, kanóc, tavaszi illat, 100%-ig szójaviasz, ne hagyjuk magára a gyertyát. Jó, még az illatát kerestem volna, de nem baj, majd kitalálom. És akkor közben ide szépen ki is tettem minden terméket, nagyon örülök mindnek, ez nagyon vagány, és szerintem jó sok minden volt ebbe a dobozba. Illetve ez nem semmi. Ez a kép, de komolyan ezt kihímezni, mert minden, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. De ami a legjobban tetszik, az az, hogy Timi teljesen eltalálta az összhangot, tehát ez a kék tasak, tenger, bálnák, sellők, hogy az alapkoncepció szerintem a hablányok volt, nagyon tetszik. És ha már itt vagyunk, akkor ezzel meg is nézem ezt a tokat. Én biztos, hogy könyvtoknak fogom használni. Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Timinek ezt a dobozt, nagyon örülök neki, nagyon tetszik minden, tényleg. Köszönöm szépen, és leteszek a leírásba infót, hogyha nektek is tetszett ez a doboz, akkor tudjátok Timitől rendelni, illetve meg tudjátok őt találni, szóval a leírásban megtaláljátok az infókat, illetve ide bevágom az Instagram oldalt, szóval keresétek Instagramon. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velem, és már néztétek ezt a csodás dobozbontogatást, nekem tényleg nagyon tetszett. Hamarosan találkozunk egy másik videóban, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Hiasz voltam!